Tisztelt Ház! A tétel kulcs része arról szól, hogy javára vált-e hazánknak a liberális kapitalizmus, illetve az európai integráció folyamat. Javára vált-e. Nem arról szól, hogy jó vagy rossz-e a kapitalizmus, hogy jó vagy rossz-e az Európai Unió, hogy jó vagy rossz-e a modern világ, hogy jó vagy rossz-e a technológia, hanem arról, hogy az, ami közel 4. évszázaddal ezelőtt az országba bevezettünk, és azóta követünk, a magyar társadalom javára vált-e, avagy se. Pogácsa kollégám a számokat követve pontosan leírta, hogy miért nem. A számok meggyőzően mutatják, hogy bármennyire is nagyszerű lehet ez a liberális kapitalizmus, bármennyire is nagyszerű lehet az Európai Unió, bármennyire is kívánatos és örökteni gondolat az integráció Európa felé, ez a mi esetünkben nekünk nem vált a javunkra. Nem vált a javunkra a gazdasági értelemben, és Pogácsa Zoltán ezt kifejtette, de nem vált a javunkra az erkölcsi, az életünk tartalmának az értelmében sem. Mi is történt vele? A rendszerváltással átléptünk egy viselkedés és életforma világából egy más világba, egy olyan világba, ahol a siker, az eredmény egy más viselkedésformát, egy más életformát kívánna meg tőlünk. A régi rendszerben a kapcsolati tőke, az összeköttetések, az ismerettségek voltak a siker meghatározó tényezői. Jött egy új világ, ahol a teljesítmény lett a meghatározó tényező, és a teljesítmény eléréséhez egészen más kulturális és erkölcsi kritériumokra volt szükség. Ezeknek a kritériumoknak a megfogalmazását és az azok és a hozzájuk való alkalmazkodás a liberális kapitalizmus egyáltalán nem hozta meg a számunkra. És nem hozta meg számunkra ezeket a tételeket az európai integráció sem. Az integráció, az európai integráció egyszerűen nem történt meg. Az történt Európában, az Európai Unió létrejött óta, hogy kialakult egy gazdaságra nagyon erős magországból álló csoport, és kialakult a periféria. És a kettő közötti különbség csak növekszik, már 10 éve, hogy növekszik, és kétségbe ejtő állapotokat és színvonalat ért el a mára. Ettől aztán persze az Európai Unió válságba kerül, és ettől fakad az a kétlekedés az Európai Unió, hogy akár a liberális piacgazdaság irányában, amit a mai világban tapasztalunk. Ketté szakadt Európa. Hogyan lehetséges ez, hogy megtörtént ez a kettő szakadás? Mert megtörtént. A számok nyilvánvalóan mutatják, hogy nincs felzárkózás, nincs konvergencia, nincs integráció. Egy egészen más folyamat zajlik Európában. Az alapjáról éven úgy történt, hogy az Európai Unió megalapítói követve a hagyományos közgazdaságtan vezető szimbólumát, metaforáját, az equilibrium, tehát az egyensúly metaforáját, úgy képzelték el, hogy a négy szabadság,
tehát az áru, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása magától csodálatos módon létrehozza azt az egyensúlyt, aminek köszönhetően a különbözetek, a színkülönbözetek az európai országok és társadalmi értékek között kiegyenlítődnek, valahogy konvergálnak, valahogy az integráció folyamata a szabad áramlás következtében megvalósul. Igen, vannak olyan gazdasági folyamatok és jelenségek, amelyek valóban az egyensúly felé tendálnak. Vannak ilyenek. Van azonban a közgazdaságtanban egy másik metafora, amely szintén nagyon gyakran előfordul, és ennek a kifejtése, megalkotása az, akit ez érdekel, talán Nobel-díjas Gunnar Myrdal nevéhez fűződik, és részben a magyar Kornél János nevéhez is, és ez pedig az úgynevezett körbe-körbe kumulatív hatás, ami arról szól, hogy a gazdasági folyamatoknak van egy olyan jelensége is, hogy beindul egy ördögi kör. Nem jön létre az egyensúly, hanem egyre rosszabb lesz a helyzet. És ilyen jelenségek épp úgy előfordulnak a gazdaságban, mint az egyensúly teremtő jelenségek. Nagyon fontos tehát akkor felismerni, hogy mitől van az, hogy egy adott esetben inkább az egyik, és más esetekben inkább a másik az, amely eluralkodik a helyzeten. Erre komplikált részletes válaszok is vannak, de egy valami nagyon, nagyon erőteljesen kimutatható. A második fog bekövetkezni abban az esetben, amikor az egyik fél, vagy egy csoport, vagy egy gazdasági tényező meghatározó erőfölénnyel bír. Ha létezik egy meghatározó erőfölény, az egyensúly mechanizmusai nem fognak működni, hanem az erő fog dominálni, az erő fogja létrehozni azt a gazdasági szerkezetet, ami ma is tapasztalunk, és ami ma meghatározza a periféria állapotát. Tehát Magyarország a rendszerváltás hajnalán a legnagyobb lelkesedéssel fogadta a négy szabadság megvalósítását, azonnali megvalósítását. Nem vette észre, hogy ennek következtében egy olyan erőviszonyban helyezi a nemzetgazdaságot és a társadalmat, ami elkerülhetetlenül Magyarországot egy alárendelt pozícióba gyömözött. Kialakult egy gazdasági szerkezet, ahol a magyar nemzetgazdaság alapjában véve összességében három tényezőből áll össze. A nagyon alacsony hozzáadott értéket tartalmazó alapanyagok előállításából, a szintén alacsony hozzáadott értéket tartalmazó félkészáruk előállításából és a bérmunkából, amit a magyarok a multi portáján végeznek. Ezek a tevékenységek a jellege és a fontossága az, hogy nagyon szerény szellemi tartalommal bírnak. És mivel a gazdaságban létrejött termelés, szellemi tartalma csökken, elsopak, az egész nemzet kulturális, lelki, szellemi és erkölcsi állapota sorban. Ez ennek a struktúrának az eredmény. Annak, hogy nem vettük figyelembe az erőviszonyokat, amelyek terébe becsatlakoztunk a rendszerváltást követő évekbe. Ettől függetlenül, mint mondom, nagyszerű dolog lehet a piacgazdaság, nagyszerű dolog lehet az Európai Unió, de nem lehet nagyszerű dolog, hogyha nem veszünk figyelembe a kiinduló pontot, létező erőviszonyokat. Köszönöm szépen a figyelmet.